Megint megszívtad, sokadszor. És már kezded unni, hogy mindig próbálsz jó ember lenni. De ilyen világban minek? Csak tudod, nem biztos, hogy a világ a kegyetlen. Lehet, hogy csak hülyére vettek téged, és veled együtt sokakat. Szeretettel köszöntelek, Kocsis Gábor vagyok, a Használt alapítója. Közhelyként dobáljuk ma már a frázisokat a jó emberekkel kapcsolatban mindig a jók szívnak, mindig a jók mennek el előbb, nem éri meg jónak lenni ebben a világban. Miközben az egész kultúránk és a társadalmi berendezkedésünk is arra tanít minket, arra ösztönöz, hogy legyünk jók. Erről szól az oktatási rendszer üzenete, erről szól az aktuális kormánynak az üzenete, erről szólnak a vallások, erről szól a szülői nevelés jelentős része. Legyél jó gyerek, legyél jó felnőtt, legyél jó társ, legyél jó állampolgár, legyél jó hívő, legyél jó családanya, legyél jó családapa, legyél jó akármi. Legyél jó! És miközben ezt az üzenetet kapod folyamatosan, hogy jó embernek kell lenned, egy borzasztó nagy feszélyezettség veszi újra magát rajtad. Mert mert közben azt látod, hogy, hogy nem tudsz jól érvényesülni, hogyha jó ember próbálsz lenni. És természetesen minden tanítás mögött ott van az ideológia, hogy miért legyél jó. Valaki azt mondja, hogy legyél jó, mert különben megbüntetünk a törvényeink által. Valaki azt mondja, hogy legyél jó, mert különben Isten büntet meg téged. Vagy legyél jó, mert különben a pokol tüzén ékszel, vagy a gyehenna emészt meg, vagy bármi, ami fenyegetőleg hathat rád. Valaki azt mondja, hogy legyél jó, mert mi egy ilyen család vagyunk. Nálunk ez a szokás. Mindig ott van mögötte az ideológia, hogy miért legyél jó. És miközben érzed, hogy nagyon sok igazság van abban, amit hallasz. Ott van ez a belső konfliktus, hogy, hogy közben pedig hiába próbálsz jó lenni, mert elnyomnak. És valami, valami probléma lehet ezzel a tanítással. Talán már sejted. Az a gond, hogy olyan ez tudod, mint az egyszeri történetben, amikor az ügyvéd fia úgy szól az apjához, hogy apa szeretnék egy lovat születésnapomra. És apa teljesen határozottan válaszol, hogy megkapott fiam részletekben. Először is a lónak a. F... Ugye valahogy érzed, hogy neked ez a vége jutott a lónak, és hiába tetszik maga a ló, hogy legyél jó ember, legyél harmóniában a világgal, amikor azt látod, hogy te csak szívsz? Vagy többségében csak szívsz? Mi az, ami kimaradt a tanításból? Először is nézzük meg azt, hogy miről szól maga a tanítás. Hogyan legyél jó? Adjál többet. Adjál több szeretetet. Adjál több figyelmet. Adjál több adóforintot. Adjál több elkötelezett önkéntes munkát. Adjál többet, többet, többet a többieknek. Vagy éppen egy-egy csoportnak. Mi maradt ki? Ugye érzed azt, hogy, hogyha te csak adsz, adsz és adsz, és valószínűleg meg is tapasztaltad már, hogy mi történik ilyenkor. Elfogysz. Egy idő után valaki nagyon hamar, valaki csak évtizedek múlva, de azt érzi, hogy kiégett, elfogyott. Ő mindig csak adott, 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 és, úgy szól a tanítás persze, hogy akkor majd te is kapsz. De azt tapasztalat, hogy ez nem így van. Azt tapasztalat, hogy csak adsz, 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 és valahogy nincs meg az a visszaáramlás, amire vártál. Mi maradt ki a tanításból? Az maradt ki a tanításból, hogy a jó ember definíciója az így hiányos. Hogy te csak akkor vagy jó, illetve akkor lehetsz jó, hogyha adsz, adsz és adsz. Mert ha belegondolsz, hogy ezzel a mentalitással, hogy te mindig adni akarsz, és mindenkinek jót akarsz, egy valaki kiszokott maradni, és ez te vagy. Ilyenkor persze jön a bűntudat. Én nekem, hogy lehetne jó. Én magamnak vegyem el, én keressek jól, én nekem legyen én időm, én szórakozzak, miközben ez is, ez is, ez még a teendőm. És valahol ez tudatos, egy tudatos bűntudatkeltés történt. Azokban a rendszerekben, amik manipulációra épülnek. Nagyon sok vallásnak a képviselői manipulálni próbálják a hívőiket. Nagyon sok politikai rendszer manipulálni próbálja a polgárait. Nagyon sok szülő manipulálni próbálja a gyerekeit. Nagyon sok munkahely manipulálni próbálja a dolgozóit. És hogyha te manipulálni próbálsz valakit, akkor nagyon egyszerű a módszer, hitesd el vele, hogy ő rossz, hogyha magának is jót akar, nem csak másoknak. Hitesd el vele, hogy itt egy vagy-vagy gondolkodásmód az, ami alkalmazondó. Hogy vagy a többieknek lesz jó, vagy neki. És amint ezt elhitette, irányítható, manipulálható, és gyakorlatilag korlátlanul kihasználható, addig, amíg el nem fogy az ilyen ember. Mert mindig elfogy egy idő után. Az ilyenfajta manipuláció természetesen azért jó, illetve azért alkalmazzák, inkább így mondom, mert hogyha te egy önmagának jót akaró, önmagával egyensúlyban lévő, önállóan gondolkodó emberi lény vagy, akkor nem vagy irányítható. Akkor, akkor meg fogod kérdőjelezni azt, amivel éppen nem értesz egyet. Egyetlen elgondolkozol azon, hogy egyet -e azzal, amit mondanak neked. Akkor elkezdesz keresni, hogy hogy lesz jobb. Nem csak beletörődni abba, ami van. És nagyon sok rendszernek ez nem érdeke, mert akkor vége a hatalomnak. Önállóan gondolkodó, egyensúlyban lévő, szeretet alapú kapcsolatokat kiépítő embereket nem lehet úgy dobálni ide-oda, mint egy ronybabát. Úgyhogy ezért van az, hogy vele is elhitették. Hogy jó embernek kell lenned mindig, mindenkivel. És ezt csak olyan áron tudod megtenni, hogyha lemondasz te magad arról, ami neked jó. Csak tudod, a Világegyetem az nem így működik. Már nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy a Világegyetemet rohadtul nem érdekli, hogy éppen milyen politikai hatalom, mit szeretne elérni. Rohadtul nem érdekli, hogy. 625 vagy 626 vallás létezik. Rohadtul nem érdekli, hogy te ezt a vallást követed, vagy azt a vallást követed, vagy ebben hiszel, vagy abban hiszel, vagy hogy hány ember öli egymást, vagy hány öleli meg egymást. A világegyetem úgy működik, hogy egyensúlyra törekszik. És hogyha az egyensúly felborul, akkor a világegyetem igyekszik kompenzálni. Teljesen mindegy, hogy most a világegyetem kifejezés alatt mit értünk. Valaki Istentért, valaki magának az univerzumnak a működését, valaki önmagát, illetve a, azt az egységet, aminek ő, ő maga is a része. Nem ez a lényeg, hogy hogyan nevezzük. Az a lényeg, hogyha megfigyeled azt, amit magad körül látsz, és természetes működés, tehát nem az, amit mi emberek megerőszakolunk, hanem amit természetes működés, ott egyensúlyra törekvést fogsz tapasztalni. És az, hogy te csak adsz, 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 az nem egyensúly. Ott nincs visszaáramlás. Hogyha csak a fizikát nézzük, ugye az energia megmaradás törvényét, nem működik az, hogy valahonnan csak elmegy energia, és nincsen visszaáramlás. Hosszú távon nem fenntartható egy ilyen rendszer. Akkor tudsz jól működni te is, és akkor tud egy társadalom is jól működni, és akkor tud a világegyetem is jól működni, hogyha a kiáramlás és a beáramlás egyensúlyban van. És az, hogy mit jelent ez pontosan, milyen formában történik a kiáramlás és a beáramlás, az részletkérdés. És ebbe bele tudnánk menni hosszasan, mert nem mindig azt jelenti, hogy mondjuk te ugyanannyi pénzt kapsz vissza, mint amennyi pénzt beleteszel valamibe. Valamikor a visszaáramlás a szeretet formájában, vagy megbecsülés formájában, vagy eredmény formájában érkezik. Az a lényeg, hogy te magad egyensúlyban legyél, és nagyon sok ember megerőszakolja magát, és nincsen egyensúlyban, és így éli le akár az egész életét. És hogyha te arra törekszel, hogy lelki békében éld az életedet, vagy legalább nagy részét, és arra törekszel, hogy legyenek minőségi emberi kapcsolataid, hosszú távon fenntartható emberi kapcsolataid, és arra törekszel, hogy jól érezd magadat abban, amit csinálsz, és a munka az nem egy kötelező, kényszerű, letudandó rossz legyen az életedben, és arra törekszel, hogy, hogy harmóniára találj, abban a közegben ez lehet, egy baráti környezet, lehet a munkahelyed, lehet maga a társadalom, lehet a családod, hogyha te harmóniában szeretnél élni ebben a közegben, akkor, akkor nagyon fontos, hogy felismerd azt, amikor eltérsz a természetes működéstől. Hogy felismerd azt, hogy miben hazudsz magadnak. Mi az a beletörődés, ami, ami azt mondatja veled, hogy jó van ez így, meg kibírom én ezt meg jobb út se lehet. Mert ez nem igaz. Ez nem igaz, és csak rajtad múlik, hogy felismered -e a saját értékedet, és elkezdesz -e úgy tekinteni a saját működésedre, mint egy egyensúlyra törekvő rendszerre, amiben igenis helye van annak, hogy neked is jó legyen. Helye van annak, hogy olyan életet élj, amilyenre vágysz. Helye van annak, hogy ne csak adjál, hanem kapjál is. És ez nem szégyen. Mert oké, okay, hogy bűntudatot keltettek benned annak idején. Akár a szüleid, akár a pap, akár a állambácsi, és most itt nem beszélek a vallás ellen, nem beszélek a politika ellen. Arról beszélek, hogy ezek eszközök. És hogyha nem megfelelő ember használja ezeket az eszközöket, akkor, akkor ártalmasak lesznek. És azok már nem téged szolgálnak, ahogy eredendően hirdetik magukról, hanem azt, aki használja éppen ezt az eszközt ellened. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy ne hagyd magad megvezetni, hogy, hogy ne csak a lónak az a bizonyos testrésze legyen az, amivel megelégszel, hanem, hogyha te lovat akarsz, akkor legyen egy lovad. És, és hogyha te egy boldog, harmonikus életet szeretnél magadnak, akkor legyen egy boldog, harmonikus életed. Ezt viszont csak úgy tudod megteremteni, hogyha nem arra vársz, hogy majd az univerzum visszaadja azt a sok jót, amit te beleteszel. Mert az univerzumnak te is része vagy. És hogyha te nem teszed bele a saját részedet, akkor miért várod azt, hogy majd megtámogat az Isten, az univerzum, a kormány, az egyház, az akárki? Nem. Ez úgy működik, ahogy a természetben is. Hogyha éhes vagy, akkor nem várod azt, hogy odapotjanjon jön neked a kaja, hanem elindulsz. És van, amikor szerencséd van, van, amikor nincs szerencséd. Vagy van, amikor támogat az univerzum az Isten az akárki, és van, amikor nem támogat. De elindulsz, megteremted a lehetőséget, és és beleteszed a saját részedet. És bármennyire is nehéz, de fontos, hogy szembe tudjál menni azzal a hitrendszerrel, amit belédültettek, hogy. Neked csak adnod és adnod és adnod kell, még többet és még többet, és akkor leszel jó ember. Fontos, hogy adj, de ne felejtsd ki magadat. Ha hasznos volt számodra ez a videó, akkor kérlek nyom rá egy lájkot, oszd meg másokkal is, és nagyon örülök, hogyha a hozzászólásban megosztod a gondolataidat és a tapasztalataidat arról, hogy mi jelentett, vagy akár jelent még most is neked kihívást a jó emberi válás, a jó emberi kapcsolatok kialakításával kapcsolatban. Ha nem szeretnél lemaradni a további videóimról, akkor érdemes feliratkozni a csatornámra, és további értékes tartalmakat találsz a használtfel.hu oldalamon. Köszönöm szépen a figyelmedet!